Köszöntöm nézőinket! Ez a közügy az Öböl Televízió közéleti magazin műsora. A tartalomból. Elsőként a balatoni hallgazdálkodás idei eredményeiről beszélgetünk Szári Zsolttal, a Balatoni Hallgazdálkodási ZRT vezérigazgatójával. Ezt követően dr. Rácz Jenő, a Veszprém megyei Csolnoki Ferenc Kórház főigazgatója lesz a vendégünk, aki tájékoztatja nézőinket a kórházban történt fejlesztésekről. Már is kezdünk! December a nagy számvetések ideje, leltárt készít mindenki. Megnézzük ma, milyen évet zárt a Balatoni Hallgazdálkodási Non-Profit Részvénytársaság. Köszöntöm a stúdiónkban Szári Zsolt vezérigazgató urat. Üdvözlöm a nézőket. Vezérigazgató úr, milyen évet zártak? Sikerült-e teljesíteni azokat az elképzeléseket, amelyet évelején kitűztek? Egész pontos számokkal még ugye természetesen nem szolgáltok, de természetesen látjuk már, hogy egy sikeres évet zártunk. De igazából nekünk akkor sikeres az évünk, ha horgászok is sikeres évet zárnak, és az előzetes információink, ismereteink azt mutatják, hogy nem rossz évet zárt a Balaton. Sőt, tudom azt mondani, hogy az utóbbi éveknek az egyik legjobb horgász évadja volt. No, ez mindenképpen jó hír. De önöknek nyilvánvalóan gazdaságossági szempontból is értékelniük kell az évet. Milyen mutatók jelentkeznek, ugye még nem teljes az zárás? Igen, hát ugye a balatoni hallgazdálkodás, mint a fő feladatunk, azért több pillére nyugszik. Az egyik a haltelepítés, aztán a halőrzés és az elhullott halaknak az összegyűjtése, ezek nagyon a legfontosabb feladataink. Azt tudom mondani, hogy a haltelepítéseket illetően kicsit túl is teljesítettük a terveinket. A 300 tonnás ponty telepítési kötelezettségünknek megfeleltünk. Nagyon jó minőségű, nagyon szép állomány került a Balatonba. Bízunk abban, hogy ez a jövő évet kellően megalapozta. Ezen túlmenően pedig hát az ennyaros ülőtelepítésünk haladott túl minden eddig itt, ami valaha is volt a Balatonba betelepítve. Több mint 7 tonna ennyaros süllő került a víztérbe, és ez szintén jó alapot szolgálhat majd pár év múlva, egy 2-3 évet elkövetően az akkori süllőfogásokhoz. Megemlítenék még néhány fahalfajt, ami hát gazdasági szempontból nem jelentős, viszont érzékeny halfajokról lévén szó, ökológiai szempontból jelentőségünk annál nagyobb. Combó és az aranykárász mindkettőből jelentős mennyiség került a Balatonba a korábbi évekhez képest, tonna fölötti mennyiség mindegyikből, és hát idejében sor került mennyhal telepítésre is. Ez egy régi, ősi halfaj, ami a Balatonban fellelhető volt egészen az 1965-ös halpusztulásig. Azóta eltűnt a Balatonból, és most névleges telepítéssel, egy 650 darabos mennyiséggel kezdtük meg az utánpótlását, és a jövő évtől kezdve egy nagyobb mennyiségben szeretnénk minden évben pótolni, és reméljük, hogy egy pár esztendő múltán a decemberi-januári téli horgászatok során már jelentkezni fog a horgászok zsákmányában. És mi változott az a néhány évtized alatt, mióta eltűnt a mennyhal? Tehát milyen tényezők jelentkeztek most, ami miatt tudtok telepíteni? Így van, tehát a mennyhalnak egyrészt a halpusztulás, másrészt pedig az a 60-as években betelepített angolna volt, ami végül is a keresztet föltette a sorsára. És most már látjuk azt, hogy az angolna fogy a Balatonból. 91 óta nincs utántelepítés, és a folyamatos vízeresztések során alkalmazott halászattal az állománya nagyon megritkult. Népesítés nem is lesz angolnából, többet a tóba, és hát ahogy telik múlik az idő, egyre kevesebb angolna lesz a víztérben. Ennek köszönhetően ott az élettér a mennyhalnak, és bízunk abban, hogy talpra is fog állni a Balatonba. Vezérigazgató úr, a balatoni fejlesztési pályázatok mennyire befolyásolják az önök működését, az önök fejlesztési lehetőségeit? Hát sajnos a mi fejlesztési lehetőségeinkben ezek nem jelentősek. Látva 2014-es és 20-as időszakra kiírt pályázati forrásokat, ebben sok minden lehetőségünk nekünk nincsen, de azt tudom mondani, hogy összességében a horgászturizmus is csak érintve van ebben.
De látszik az, hogy amikor ezeket a pályázatokat elő lettek készítve, akkor még igazán nem volt egyfajta érdekérvényesítő képviselet se a társaságunk részéről, se pedig a Horgász Szövetség részéről. Bízunk azért abban, hogy a majd most kiírásra kerülő operatív programokban azért lesz valami lehetőség, akár kikötőfejlesztésekre, akár sólyaterek létrehozására. Tudjuk azt, hogy a legnagyobb probléma a Balatonparton a parti horgászatnak a szűkössége. Ez azért is érdekes, mert egy 240 kilométeres partszakaszról van szó, és hát sajnálatos, hogy éppen itt van a legszűkösebb lehetőségünk. Tudjuk azt, hogy a nyílt vízi horgászatot lehet erősíteni ahhoz, hogy a horgászturizmus egy kicsit fellendüljön, illetve a bojlis horgászat, ami még csalogathat vendégeket ide. Jelentős változás az utóbbi időben, hogy a halászatot betiltották. Milyen tapasztalataik vannak ezzel kapcsolatosan? Hogyan vette ezt a halász-horgásztársadalom? Igen, ez teljes megosztottság volt. A horgásztársadalom természetesen örült, a halásztársadalom pedig természetesen ezt egy kedvezőtlen jelnek látta 2 évvel ezelőtt. Ugye éppen 2 évvel ezelőtt lett megszüntetve a balatoni halászat, és tudjuk azt, hogy 2016-tól az egyéb természetes vizeken is a kereskedelmi célú halászat meg lesz szüntetve, úgy a Dunán, Tiszán, és hát ez a halászat szempontjából kedvezőtlen jelenség volt. Több halásztársaság is jelezte azt, hogy felhagy a foglalkozásával. Viszont az, hogy megerősödik a horgász részvétel ezeken a vizeken, és az ő kezükbe fognak kerülni ezek a vizek, azért nem kell ennyire rossz színben látni ezt az új helyzetet, mert ugyanúgy szükség lesz a halászok munkájára, ugyanis a telepítő anyagot ők fogják megtermelni. Mi speciális helyzetben vagyunk, mert mi igyekszünk a saját termőterületünkön előállítani a halat és azt a Balatonba helyezni, tehát nem vásárolni, de a horgászegyesületek, horgászszövetségek legnagyobb része ezzel nem fog rendelkezni, ezért továbbra is majd a halászati ágazatoktól fogja beszerezni a telepítésre váró halat. A tilalom ellenére egy alkalommal biztosan kaptak engedélyt a Garda Fesztivál alkalmával. Milyen tapasztalataik voltak? Van Garda a Balatonban? Milyen volt a fogás? Van Garda a Balatonban, de ezt egyetlen egy előrejelzett halászat nem fogja megmutatni. A Garda halászat mindig is speciális volt a régi időkben. Nem egy naphoz kötötték a Garda halászatot, hanem a Garda megjelenéséhez kötötték a halászatot, tehát attól tették függővé a régiek. És hát ez elsősorban, ugye, mivel látott halnak is hívják, ez a Garda felfedezésén múlt, hogyha felfedezték a nagy rajokat, akkor tudtak kimenni a régi halászok halászni. Most egy adott helyzet volt nekünk, egy adott napon, ami ráadásul egy igen erős szeles, viharos nap volt, szorultunk be a Tihanyi félszigetnek a déli oldalára, és ott tudtuk halászni gyakorlatilag a strandon. Ez arra volt jó, hogy ez tulajdonképpen egy bemutató jelleg volt, hogy régen hogy csinálhatták a régi halászok. Teljesen kézi erővel, a hagyományos eszközökkel végeztük a halászatot. A zsákmány nagyon szerény volt ennek megfelelően, mert olyan helyen halásztunk, ahol tudtunk, nem pedig ahol a halat tudtuk volna, hogy ott érdemes kivetni a hálót. Nem mutatóban azért sikerült pár darab halat fogni. A Garda állomány egyébként a horgászok fogásaiból láthatóan jó és erősödik. Ugyan volt tavaly egy kis a szokásostól nagyobb mennyiségű elhullás a Gardából, de mindez nem befolyásolta az állományát jelentősen. Úgy összességében a forró nyarak az elmúlt években és az enyhének mondható telek, ugye évek óta nem fagyott be a Balaton tartósan, mennyire befolyásolják a halállományt? Igazából nem ezek azok a tényezők, amelyek jelentősen befolyásolhatják, tehát ezek miatt nem lehet elhullás, nem lehet olyan hátráltatott tényező, ami esetleg a szaporodásukat befolyásolja, vagy a növekedésüket. Leginkább a probléma ott látható, hogy ez a rengeteg antropogén hatás, ami körülveszi ezt a tavat, és tudjuk, ez 1860-as években a déli vasútvonal kialakulásával kezdődött meg, és hát visszafordíthatatlan folyamatokat okozott a tó élő világában, és ezeken nem is tudunk már javítani, nem tudjuk visszaadni a Balatonnak azokat a berek területeit, amik akkoriban a halbölcsőú szolgáltak. Gyakorlatilag ezt még tetézzük azzal is, hogy különféle betegségeket hurcoltunk be a tóba. Az ottani őshonos állományára úgy reagált, hogy voltak kisebb-nagyobb mértékű elhullások. Gondolok itt a 2011-es harcsavészre, amikor a
toharcsállományok egy igen jelentős része pusztult el vírusos megbetegedés miatt. Ezeket nem is tudjuk részben kiküszöbölni, mert a Balaton vízrendszere elég nagy, és az arra felfűződő halastavak dolgoznak és ténykednek, tehát a kórokozók bekerülhetnek a vízbe, és eljuthatnak a Balaton vízterébe is, anélkül, hogy mi közvetlenül segítenénk. De mindenképpen az a célunk, hogy a saját termelésű halat tegyünk a vízbe. Ennek a halnak az életét végig tudjuk követni a termelés során, kézben van folyamatosan a hal, és a problémában be tudunk avatkozni, illetve azt tudjuk mondani, hogy ez az állomány akkor nem kerül be a vízbe, mert éppen nem teljesen egészséges. Tehát a felelősségünk óriási. Viszont azt tudom mondani, hogy az idei évben jó vizsgázott ilyen téren, és a Balaton tudjuk, hogy az egyik legmelegebb nyarunk volt, és abszolút nem volt elhullás. Tehát még a normál méretű természetes elhullás is a korábbi évek szintjéhez képest alul maradt. Tehát akkor nyugtázhatjuk, hogy nem az időjárás a legfontosabb tényező. Abszolút nem, Balaton esetében nem. A horgászokra térve, vannak olyan horgászok, akik a zsákmányért horgásznak természetesen, és vannak a sporthorgászok. Azt olvastam valahol, hogy 2015 a bojlis horgászat éve volt. Mennyire volt ez jellemző a Balatonnál is? Elterjedőben vannak a bojlis horgászok? Igen, ez egy külön szakág, és ez eddig tiltva volt a Balatonon. Mi azt mondtuk, hogy a Balaton egy nagy víztér, 60 ezer hektár, és miért ne lehetne képviselet a bojlis szakágnak is ezen a víztéren. Tudjuk, hogy jelentős konfliktusforrást is szülhet ez, és volt is rá példa. Ez egy próba volt az idejév, de azt mondhatjuk, hogy a próba jól sikerült, ha nem is jelesre, de négyes fölére. Gazdasági szempontból nem volt meghatározó nekünk még, de látjuk benne azt a potenciált, ami nem csak a társaságunk, hanem a közvetlen térség számára is hasznos lehet. Ez turisztikai szempontból? Így van. Ugye mindig mondjuk azt, hogy a Balaton turisztikai időszakát kitolni. Tavaszi, őszi időszakra nyitott Balaton programok pontosan ezt szolgálják. Egyik alappillére lehet a horgászat ennek egyébként, mert a koratavasz és késő őszi időszakban a horgászturizmus tud még plusz embereket ide csalogatni a vízpartra, és ezt nekünk ki kell szolgálnunk. Hát a bojlis horgászat éppen ezt szolgálná, az őszi süllő horgászat mellett. Láthattuk a tavaszi versenyeken mind a két nagyszabású nemzetközi bojlis horgászverseny nagyon szép eredménnyel zárult, nagyon szép halak kerültek ideglenesen terítékre. Tudni kell róluk, hogy ők elsősorban a fogás örömért jönnek, és nekik számukra a trófea a halról egy közösen készült fotó, és utána visszaengedik a vízbe, tehát ők nem viszik el a halat. És azt is tudjuk, hogy elsősorban a Balaton nagytesti pontjállományához ők férnek hozzá. Tehát ezzel a speciális módszerrel, speciális csalival tudják becsapni az öreg nagy pontyokat. És hát megtapasztaltuk a versenyen, hogy nagyon szép halak élnek a Balatonban. Második versenyen a legnagyobb ponty 23 kg 60 dekás volt, tehát egy igazán kapitális méretű ponty volt, és az vitte el a pálmát. De számos ilyen társúszkál még a Balatonban, és még ennél nagyobb is, úgyhogy várjuk azt, hogy az első 30 kg feletti ponty kikerüljön a Balatonból is. Egyébként a horgászok száma évről évre emelkedést mutat? Azt tudom mondani, hogy a 90-es években volt egy nagyobb mértékű felfutás, és aztán a 2000-es évek végén egyfajta csökkenés volt. A horgász létszám részben összefügg azzal, hogy milyen a fogási lehetőség, részben pedig a Balaton esetében, mivel hát azért a parti horgászok még mindig többen vannak, a vízállással is összefügg. Most az elmúlt két év kedvező volt vízállás szempontjából, hogy folyamatosan 100 cm fölötti víz volt, átlagosan, és ez azt jelentette, hogy a parti horgászoknak is megvolt az esélyük, hogy a sekélyebb részeken is, a déli parton is tudjanak halat fogni. A horgász létszám egyébként a tavaly és az idei évben is emelkedést mutatott. Egész pontos számokat azért nem tudok mondani, mert tudjuk, hogy mennyi az eladott horgászjegyünk, viszont nem tudjuk, hogy a napi jegyek közül nem-e többet is váltott ugyanaz a személy, de azt lehet mondani, hogy olyan 50 és 60 ezer közötti fő horgászik egy évben a Balaton. Ennek egy része körülbelül egy olyan 18 ezer fő, aki éves területi engedéllyel, a többi ideg pedig napi, háromnapos, illetve 10 napos területi engedéllyel. Van-e tapasztalatuk azzal kapcsolatosan, hogy a fiatalabb korosztály is bekapcsolódik a horgászok közé? Igen, itt nagyon nagy visszaesés tapasztalható. Hát az én gyerekkoromban
nagyon sokan voltunk gyerekek, mentünk a vízpartra, horgáztunk. Most azt látjuk, hogy nagyon nehéz elmozdítani a gyerekeket az íróasztal és a számítógép mellől. Némi emelkedés tapasztalható, mert azt mondtuk idén, hogy a gyerekeknek lényegesen olcsóbban fogjuk adni a horgászengedélyt, mint eddig, és a korlátozott tényezőkön is enyhítünk. Tehát eddig egy gyermek horgász csak úszós felszereléssel horgászhatott, és nem tartatott meg nemes halat. Azt mondtuk ettől az évtől kezdve, hogy igenis a gyermek is horgászhasson éppen olyan módszerekkel, mint akár az édesapja, tehát nyugodtan pergessen egy kisgyerek, ha ahhoz van kedve, vagy a szülelétől azt tanulhatja meg, és láthatja, és hogy a gyerek úgy szeret horgászni, hogy az édesapja, ez teljesen természetes, vagy akár nyugodtan fenekezős módszerrel is horgászhasson, és 20 darab nemes hal elvitelét is megengedtük egy évben. Most egy gyermek horgász azért ezt nem feltétlenül tudja kiaknázni, de attól az örömtől nem akartuk megfosztani, hogyha fog egy szép pontyot, vagy egy balint, vagy egy csülőt, azt ne vihesse az, és nem mondhassa azt, hogy ezt ő tette most a családi asztalra. És mi a tapasztalatuk azzal kapcsolatosan, hogy a horgászok mennyire tartják be a szabályokat? Ugye a halőri tevékenység az egyik kiemelt területük. Mit tapasztalnak? Sajnos a halőrzésben sokat nem tudtunk erősödni, ugyanúgy 14 fő a halőri létszámunk. Ez egy elég nagy logisztikát is igényel, egyben óriási a víztér. Egy jelentős költség ez egyébként a társaságunk életében, de egyéb más módon tudtuk ösztönözni a halőröket, hogy még aktívabban végezzék a tevékenységet, és én úgy gondolom, hogy jó úton járunk, és szeretném, hogyha tovább tudnánk erősíteni a halőrzést, mert a horgászok nagy részének ez igénye is egyébként, bármennyire is hihetetlen. Látható, hogy egyre szabálytisztelőbbek a horgászok a Balaton partján is. Nagyon sok olyan horgásszal találkoztam magam is meglepő módon, akik egyre tisztességesebben és kulturáltabban bánnak a hallal, nem csak mint egy délutáni ebédre vagy vacsorára tekintenek, hanem mint egy érző lényre, és nagyon pozitív tapasztalataim is voltak. Természetesen vannak negatív tapasztalatok is, továbbra is küzdünk az igen kemény rapsicmaggal, ami a Balatonon mindaddig meg lesz, amíg egy csepp víz lesz a Balatonban, és abban lesz egy darab hal. Ezt mi nagyon jól tudjuk, és igyekszünk érvényt szerezni azoknak a szabályoknak, amelyekkel egy kicsit kordába lehet tartani azt a félig meddig, hogy mondjam, valamilyen szinten természetes emberi tulajdonságot, hogy valaki kievez a Balaton közepére, és ott teljesen egyedül van a nagy magányában, igyekszik több felszerelést bedobni a kelleténél, és igyekszik esetleg alkalmattán több halat is a partra hozni. Jók a tapasztalatok, egyre több a szabálykövető horgász. Tehát azt tudom mondani, hogy az mondjuk egy 10 évvel ezelőtti állapothoz képest óriási a javulás. Még egy utolsó kérdést engedjen meg, bár nem biztos, hogy szakmába vágó, de azért azt gondolom, hogy aki halakkal foglalkozik, van rálátása arra is, hogy ilyenkor karácsonytáján mennyivel több hal fogy. Több halat fogyasztunk-e, mint a korábbi években? Ez egy óriási probléma, és ez nem új keletű, tehát tudjuk nagyon jó, hogy a magyar ember elsősorban karácsonykor és húsvétkor fogyaszt halat. Azt is tudjuk, hogy ugye nálunk területi elhelyezkedésünkből adódóan az édesvízi halfogyasztásnak van kultúrája, és azt is látjuk most már, hogy az utóbbi 5-6 évben a tengeri halaknak a fogyasztása jelentősen megemelkedett, ami konyhakész állapotban kerülhet az asztalra. A magyar halfogyasztást úgy lehet erősíteni, hogyha az édesvízi halakat is a lehető legmagasabb feldolgozottsági szinten tudjuk eljuttatni a fogyasztóasztalára, illetve az is látható, hogy azért 300 ezer horgász család van Magyarországon, és ők igyekeznek teljesen természetes módon a horgászat által halhúshoz jutni. És ez minden esetben viszont édesvízi halat jelent. És ha arra tekintünk, hogy a horgásztavakat ugye a halász társaságok látják el hallal, kitelepítésre kerülő hallal, akkor a halfogyasztás, illetve a haltermelés ezen a téren is fokozható. Minél több horgász van, minél több halat tud fogni, annál több halat fogyasztunk, és nagyon fontos ez, mert a hal egy nagyon egészséges étel. Különösen ugye tudjuk azt, hogy a balatoni hal világ egyik legkiválóbb bioétele, és én bízom abban, hogy mi is hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy a horgászok asztalára minél több hal kerülhessen. Köszönjük, hogy megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.
Úgy vagyunk a kórházzal, hogy nem szívesen emlegetjük, mert jobb az egészségre gondolni. Ám ha már megvan a baj, biztos az a jó, hogyha jó kezekben lehetünk. Egyrészt a gyógyuláshoz, a gyógyításhoz szükséges, hogy jó gyógyító orvosok, ápolók közelében legyünk. Másrészt pedig nagyon fontos, hogy a kórháznak, az osztálynak milyen a felszereltsége, milyen a berendezése. A Veszprémi Megyei Kórházban jelentős fejlesztések történtek az elmúlt esztendőben. Erről beszélgetünk. Köszöntöm dr. Rácz Jenő főigazgató urat. Jó napot kívánok! Főigazgató úr, milyen a Veszprémi Kórháznak a fejlettségi szintje, hogyha ezt így meg lehet határozni? A Veszprémi Kórház szerencsére azok közé, kórházak közé tartozik, akik az Európai Uniós forrásokból igen jelentős fejlesztéseket kaphattak. Hogyha mindent összeadunk, akkor azt mondhatjuk, hogy most már 11 milliárd forintot meghaladja az a fejlesztési programnak a költségvetése, amelyeket az elmúlt években végre tudtunk hajtani. Ez országos tekintetben mekkora összeg? A legnagyobb fejlesztések az egy pólus kórházakban történhettek. 6 ilyen kijelölt pólus kórház volt országosan, aminek 12 milliárd forint volt egy ilyen pólus programnak a fejlesztési programja. Ez hozzánk legközelebb Győrött, illetve Kaposváron valósulhatott meg. Nekünk nem volt ilyen lehetőségünk, hiszen térségenként egy ilyen kórház került kijelölésre, a legnagyobb kórház a mi térségünkben ez Győr volt. Így aztán nekünk kisebb pályázatokból kellett összeszedni ezeket a fejlesztési forrásokat, de amit említettem, a kisebb pályázatokból, most a kisebbeket persze idézőjelbe kell érteni, hiszen valamelyik 5 milliárdos nagyságrendet ért el, tudtuk összerakni ezeket a projekteket. Kezdődött annak idején a sürgősségi ellátás fejlesztésének a programja, az durván egy 1,5 milliárd forintot tett ki. Ennek következtében megújult a teljes sürgősségi ellátóhelyünk, illetve beköltöztétre került az alapellátási ügyelet is a kórházunkba. A következő ilyen projektünk a perinatális intenzív centrum, tehát a koraszülött ellátására szolgáló épületrészeknek, illetve eszközöknek a felújítása. Ez 280 millió forintot jelentett, és akkor a következő az már egy lényegesen nagyobb program volt, ez a struktúrátalakítási program, ez a kód számát jelent, de úgy társadalmi infrastruktúra operatív programok között a 224-es számot viselte. Ez gyakorlatilag szinte a kórházunk egész területét érintette, és 5 milliárdos költségvetésre rendelkezett ez a program. Ez a betegfelvételen át a képalkotó diagnosztikai eljárásokon keresztül, ahol MR készülék került kicserélésre, angiográfiás készülékek, ultrahangkészülékek kerültek beszerzésre, a központi műtő, a központi intenzív osztály, a teljes belgyógyászati tömbünk és azon belül a belgyógyászati osztályok és a neurológiai osztály és azoknak a szubintenzív részeinek a felújítása történt meg, a szülészetnek, illetve a szülőszobáknak a felújítása is megtörténhetett ebben a keretben. Tehát ahogy felsorolom, és talán semmit nem hagytam ki, abból látszik, hogy szinte minden területét érintette a kórháznak az átalakítás. Ezzel párhuzamosan folyt a regionális onkológiai centrumról szóló pályázatnak a beadása, mert sajnálatos módon meglehetősen hosszú időt vett igénybe, ugyanakkor most már örömmel elmondhatjuk azt, hogy összességében itt is a 4 milliárdot meghaladó forrás keretében december 21-én történik ennek a projektnek a zárása is, és a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum ennek következtében átadásra kerülhet. Ennek a nagy lépése igazából az az 1,7 milliárd forintos központi eszközpark, aminek segítségével két sugárforrás, illetve egy tervező CT került letelepítése ebben a teljesen új épületben. Ezen kívül pályázatot adtunk be egészségfejlesztési iroda létesítésére, amely összességében 100 milliót meghaladó lehetőséget kaptunk ott, elsősorban az a működtetésre szólt, és nem konkrétan anyagi beruházásról. Ezt követően természetesen azt mondhattuk volna, hogy a programok az első ülésre lezárult, hogy hátradőlhetünk, hiszen ezzel együtt már igazából elértük azt a 10 milliárd forintos fejlesztési álmunkat, amit szerettünk volna megvalósítani. De aztán, mivel kerültek időközben ismételten kiírásra pályázatok, így a TIOP 226-os nevet viselő eszközfejlesztési programba szintén sikeresen pályáztunk. Ennek a letelepítése most van folyamatban, itt több mint 800 millió forintot nyertünk el. Többek között itt a legnagyobb beruházás, egy új CT berendezésnek a beszerzése, ez a mostani CT-nknek dimenziókkal, nagyságrendekkel nagyobb lehetőséget biztosít, az egy 128 szeletes CT. Ezt tudom, hogy a nem szakembereknek ez keveset mond, de a korábban működő 16 szeletes CT-hez képest látható, hogy a számokból is, hogy ez egy sokkal nagyobb a felbontó képessége is nyilvánvaló dolog, hogy ez gyorsabban, kisebb sugárterelése, sokkal pontosabb diagnózist tud megadni. Ennek a letelepítése tegnapi nap kezdődött meg, és a héten be is fejeződik.
de ezen kívül, ahogy mondom, ez körülbelül egy negyed részét teszik ki ennek a programnak, de szintén akkor sok osztályra tudunk ennek következtében olyan fejlesztési eszközöket beszerezni, amelyel a struktúrált alakítási programban ezt nem tehettük meg. Ezzel párhuzamosan az úgynevezett Keopos pályázatban, az egy energiamegtakarítási program, lecseréltük a régi olyan röntgenberendezéseinket, amelyet az osztályon lehetővé teszi azt, hogy például az intenzív osztályon nem kell, vagy nem lehet a beteget átolni a központi röntgenbe, és itt helyszínen készüljönnek ezek a vizsgálatok. Négy ilyen eszközt szereztünk be a Keopos pályázat segítségével, csak nem 150 millió forintos értékben, és ezen kívül még lehetőséget kaptunk arra, hogy még az idén beadjunk két olyan pályázatot. Az egyik, hogy az átalakítások következtében kiadott saját forrásunkat vissza tudjuk igényelni, erre egy 80 millió forintos pályázatot adunk be a napokban, illetve a központi steril, ami a központi műtővel együtt került elhelyezésre, annak a helye megüresedik, és ennek a helyének az átalakítására összességében Áfával együtt csak nem 200 millió forintos pályázatot adtunk be, és ennek az a célja, hogy átalakítsuk ezt olyan járóbetegellátási egységekké, amelynek a fekvőbeteg háttere már itt van az osztályon, az osztály ugyanakkor a rendelőben működtek ezek az egységek, ennek következtében humán erőforrást, illetve eszközöket kívánok megtakarítani, így januárban ennek a projektnek a segítségével, amennyiben ezt megnyerjük, akkor beköltöztetjük a rendelőintézetben működő sebészetet, érsebészetet, fülorgégészetet és személyzetet, tehát ebből is látszik az, hogy a projektek azok tovább haladnak, és ezzel tulajdonképpen ezt is beleszámoljuk ezeket, akkor látható, ez most már 11 milliárd forintot meghaladja ez a fejlesztési program. A struktúrált alakításos pályázat már befejeződött, tehát azok az osztályok már megújulva folytatják a tevékenységeiket. Milyen tapasztalataik vannak, főigazgató úr? Mit érzékelnek a betegek ezekből a fejlesztésekből? Hát egyrészt az átalakítás során azt érezték, hogy itt építkezés folyik, és az építkezés során azért a betegellátásnak működni kellett. Én köszönöm a dolgozóknak, és természetesen az ellátottaknak, itt most átviszettük ezeket a történeteket. Most már szerencsére ilyen nagyságrendű átalakításokat nem tervezünk. Ugyanakkor, ahogy említettem, a teljes megújulás megtörtént. Aki azért emlékszik arra az időszakra, amikor a központi betegfelvétel az csak három ablakon működhetett, az összekötő folyosónak a végén, és ott időnként meglehetősen tumultuzós jelenlétek zajlottak le, miközben egyébként a járóbeteg regisztrációit nem is történhetett, meg az előjegyzések nem itt történtek, és ezzel kapcsolatban sok és jogos panasz volt. Az láthatja azt, hogy jelen pillanatban már 13 ablaknál történik meg ez a regisztráció, illetve itt most már folyamatosan be tudjuk léptetni az előjegyzéseket is, az látja, hogy ez egy nagy előrépés történt. Természetesen a jót azt nagyon könnyű megszokni, de ugyanakkor ezt tartjuk természetesnek, hát éppen azért fejlesztünk. Aki a képalkotó diagnosztikában kénytelen valami módon részt venni, láthatja, hogy jelen pillanatban már a Veszprémi Kórházban nincs hagyományos röntgenfilm, tehát minden berendezés az digitalizált. Ez nyilván jelenti egyrészt azt, hogy sokkal pontosabbak a diagnózisok, sokkal kevesebb megterhelést jelent, ha ez fizikálisan nem is látszik a betegnek, kisebb a sugárterhelés, és ugye bármikor reprodukálható, vagy adott esetben ezek a különböző leletek azok jobban összehasonlíthatóak a rendszerbe, ez fejeződik be most az új CT-nek a letelepítésével. És miközben egyébként még valamikor ugye azon gondoskodtunk, hogyha egy készülékünk röntgen készülék, vagy CT áramlott, akkor hetekig időnként Székesfehérvárra kellett a betegeket elküldeni. Most jelen pillanatban azt mondhatjuk, hogy gyakorlatilag egy hónapon belül nekünk két CT-berendezésünk lesz, és mindegyik CT önmagában sokszorosan meghaladja annak a korábbi CT-nek a teljesítő képességét, ami volt. És ezt sorolhatnánk nyilván, aki a szülészeti osztályunkra megy, az pontosan tudja, hogy jelen pillanatban a Baba Barát kórház elveinek megfelelően tudjuk már biztosítani a apás szülést, vagy adott esetben a gyerekkel való együttlétet. Tehát egészen más dimenziók vannak, hát és persze természetesen az intenzív osztályon, vagy a központi műtőre ritkán emlékeznek a betegek, szerencsére, mert kevesen is kerülnek oda, de oda kerülnek, akkor is általában bódított állapotban, és ennek megfelelően ők nem is észlelik azt, hogy ott micsoda változások történtek. Mindenkinek egyértelmű véleménye az, hogy az első három között van jelenleg a Veszpréminek országosan is a műtőblokkja az összehasonlításban. Ez olyan jellegű panelműtő, amit gyakorlatilag számunkra terveztek, számunkra gyártottak le a gyárban, és amikor már
régen messze vagyunk attól a dologtól, hogy adott esetben egy-egy területen akár több műtőasztal is volt, hogy csempézettek a műtőfalak, ez egy gyakorlatilag olyan baktériummentesíthető falakkal is vannak ellátva, aminek egyébként jelen pillanatban már az oktatása, a nyomon követése is a 21. századot idézi, tehát nem véletlenül volt egy kolléganőnk, aki tőlünk távozott Németországba, és amikor a kollégái műtősnő és a kollégái elküldték neki a képeket, és azt mondta, hogy hát ahogy ezt látom, ezt nálunk Németországban sincsen, lehet, hogy haza kéne mennem, tehát nyilvánvaló dolog, hogy ilyen szempontot is figyelembe veszünk, akkor, amikor egyébként fejlesztünk, hogy jobb legyen a színvonal, és ezzel talán meg tudjuk tartani a humán erőforrásunkat is. Igen, nem kerülhetjük meg ezt a kérdést, hogy itt Veszprémben mit tapasztal főigazgató, van-e létszámhiány az ápolókat, ápolónőket tekintve és az orvosokat tekintve, ugyanúgy, ahogy az országos hírekben hallhatunk erről? Hát, sajnálatos módon nálunk is, a megyében is, az országban is, de Európában is iszonyú nagy gond a szakembernek az utánpótlásának a biztosítása. Nemzetközi szinten is azt tapasztaljuk, hogy nagyon kevés az orvos, nagyon kevés az ápoló személyzet. Egyrészt azért, mert iszonyú nagy a szükség, csak úgy nagyságrendeket próbálnák összehasonlítani. Jelen pillanatban a mi kórházunk ellátási területe, az durván a megye ellátási területe, tehát 400 ezer lakos, ezt valamivel több, mint 1000 ágyon, tehát 1100 ágyon működtetjük, 1103, hogyha a külső telephelyünket is figyelembe vesszük, és ebben 1750 dolgozót alkalmazunk, foglalkoztatunk. Ehhez képest van körülbelül 100-as létszám hiányunk, ami ha nemzetközi szinten összehasonlítjuk, akkor ez az elfogadható kategória. De ahogy említettem, tehát 1750 munkavállalónk van, egy hasonló nagyságrendű angliai kórházban 7000 főt alkalmaznak. Tehát ebből is látszik az, hogy óriásiak a különbségek, ugyanakkor óriási a szívóerő is Nyugat-Európában az egészségügy területén. Vannak hiány szakmák, amit nemzetközi és hazai szinten is hiány szakmának tartanak, ilyen például a gyerekgyógyászat, ilyen például az intenzív terápia, ilyen például a radiológia. Ezzel kapcsolatban mi azt mondhatjuk, hogy orvos vonatkozásában ezeken a területeken relatíve jól állunk. Tehát nekünk jelen pillanatban az országos átlaghoz képest több orvosunk van az intenzív osztályon, több orvosunk van a gyerekosztályon, és több orvosunk van a radiológián is. Persze ez nem azt jelenti, hogy ne tudnánk ide is fölvenni még szakembereket. Sajnálatos módon nálunk is kifejezetten hiányzik szakmának számít a pszichiátria és a neurológia, a patológia, amely területén természetesen bármikor tudnánk szakorvosokat és nem szakorvosokat is fölvenni. Ez most talán legfeszítőbb talán a pszichiátrián, országosan is azt láthatjuk, hogy egy megfelelő pszichiáter szakember szinte lehetetlen szerezni jelen pillanatban. És hát végül, de utolsó sorban azt kell említeni, hogy mi a tavalyi évig nem találkoztunk azzal, hogy szakdolgozó, tehát ápoló nővér hiányzik a rendszerből, ugyanakkor most már napi gondokat is tud okozni az a durván 50 szakdolgozónak a hiánya, akik a különböző osztályokon hiányoznak. Nyilvánvaló dolog itt is a nagyon nagy megterhelést jelenti osztályokon, a traumatológián, az intenzív osztályon, de a bárgyógyászati osztályok legnehezebb részein is bizony komoly nővér utánpótlással kellene rendelkeznünk, és sajnos nem lehet nővér találni a piacon, és ez nem csak pénzkérdése, tehát most már pénzért se lehetne szakdolgozókat találni. És hát az orvosok területén is azt mondhatjuk, hogy egyre inkább azzal szembesülünk, hogy most már, miközben a hiány szakmákat felsoroltam, minden területen egyre inkább hiány szakmának számít, attól függ, hogy az ország melyik területére nézünk. Például iszonyan nehéz most már nem csak orvost, hanem orvosvezetőt is találni. Egy-egy megyei kórház, hogyha meghirdet egy osztályvezetői pozíciót, akkor arra alig vagy nem megfelelő jelentkező jelentkezik, és ennek következtében nyilván ezeknek a pótlása meglehetősen nehéz, így például a sürgősségi osztályon most már többedik pályázat alkalmával se találtunk megfelelő szakembert, de pályázatot kell hirdetnünk például az egyes bárgyógyászati osztályunkon, ahol az osztályvezetőnk most már a nyugdíjas kortár érte, és nyilván az ő utánpótlásáról gondoskodni kellene, de ahogy említettem, pszichiátriai osztályon is hasonló jellegű problémákkal küzdünk. És hogyan lehet ezt a helyzetet orvosolni az ön véleménye szerint, úgy hosszabb távon?
Hát nyilvánvaló dolog, hogy ez egy meglehetősen komplex dolog. Van, ahol a bérezés egy alapvetően meghatározó történet, itt például az onkológiai területen a speciális szakembereknek az idecsábítása, mert ugye őket másodnak kellett idecsábítani, az komoly anyagi erőfeszítéseket is jelent a számunkra. Van, ahol a megfelelő technológia az segítséget nyújt, például a műtéti szakmák vonatkozásában egészen biztos, hogy megfelelő szakember csak akkor lehet találni, hogyha megfelelő műtők és megfelelő eszközrendszer áll rendelkezésre. Megpróbálunk speciális ösztönzőket is alkalmazni, most a pénzen kívül is van ilyen speciális ösztönzős lehetőség. Annak idején, amikor például megindult országosan úgynevezett Markus Oszki program, amely a rezidenseknek, illetve a szakorvosi jelölteknek jelentett plusz pénzt, mi ehhez hozzácsatlakoztattuk a Markus Oszki plusz programot, ami segítségével az ő továbbfoglalkoztatásuk esetében is garantáltuk a többletpénznek a biztosítását. A nővérek esetében egy csónoki hűségprogramot hirdettünk, aminek a lényege az, hogy differenciáltan attól függ, hogy melyik osztályon dolgozik. 10-15, illetve a egyes osztályokon, ahogy kisebb a megterhelés, 8000 forintos pótlékot biztosítunk a számukra. Ez bruttó, és ugye ez nem nagy jelentőségű, de ugyanakkor, hogyha azt is látjuk, hogy ez körülbelül egy év viszonylatában a kiesett 13. havi bér pótlásának megfelelő összeget jelent, akkor azt mondhatjuk, hogy a többi kórházhoz képest mi ennyiben próbálunk több lehetőséget biztosítani, illetve korábban, amikor még gazdasági társaságként dolgoztunk, akkor egy kollektív szerződést fogalmaztunk meg a dolgozókkal közösen, amely éves viszonylatban a korábbi közalkalmazottok jogállásai jutatásához képest is mintegy 500 millió forintnyi többletjutatás adott éves viszonylatban az összes dolgozónak, ami lehet, hogy kicsit jelent, tehát az intézmény elbíró képességét nyilvánvaló dolog, hogy már feszegeti. Okozott-e problémát, hogy nagyon sok új modern eszközgépeket tudtak beszerezni most a fejlesztési projektek révén? Tehát hogyan tudtak a szakemberek alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez jó irányban természetesen? Hát azt szoktuk mondani, hogy a jót azt könnyű megszokni, nyilván be kellett ezeket az eszközöknek a működtetését tanulni. Ebben általában nem szokott probléma lenni, tehát a szakemberek nagyon szívesen fordulnak az új eszközökhöz és meglehetősen gyorsan megtanulják. Munkatársaink egy része éppen például most a CT vonatkozásában képzésen van, az új sugárterápiás eszközöknek a betanítása, az bent volt az eszköznek az árában, annak részben Magyarországon, részben külföldön kellett a betanítatást megcsinálni, tehát ennek megfelelő ilyen jellegű képzésükről gondoskodunk, és nagyon szívesen tanulják, és nagy örömmel használják ezeket az eszközöket. Hát többek között azért, mert nyilván ők ezt olvassák, ezt látják különböző előadásokon, és nagyon jó dolog, hogy most már odaig is elértünk, hogy például a képalkotó diagnosztikák vonatkozásában, amikor a komplett struktúrátalakítási projekt befejeződött, akkor a Semmelweis Egyetem radiológiai klinikája jött el ide hozzánk megnézni a fejlesztéseket, mert ők is hasonló jellegű fejlesztést indítottak, mi kicsit előbbre jártunk ebben a területen. Tehát miközben azt mondjuk, hogy mi is tanulunk mástól, hála Isten most már hozzánk is jönnek tanulni. Említette, hogy december 21-én kerül sor az onkológiai centrum átadására. Mit jelent ez az új kórház részleg egyrészt a kórház életében, és mit jelent ez majd a térség, a megye lakosainak ellátásában? A Közép-Dunántúli régió volt az ország egyetlen olyan régiója, ahol sugárterápiás centrum nem volt. Ezért is pályáztuk meg annak idején a megyei önkormányzat támogatásával ezt a projektet. Az ugye a Közép-Dunántúli régió az három megyét jelent, a Komárom-Esztergom megye, Fejér megye és a természetesen Veszprém megye ilyen jellegű ellátását. A végleges területi ellátási kötelezettség kijelölése megtörtént az ANTS részéről, az azt jelenti, hogy Veszprém megye lakosságának a teljes része, illetve Fejér megyének a Székesfehérvári kórházhoz tartozó része, ezt összeadjuk, ez körülbelül 550 ezer lakos összességébe kerül hozzánk ilyen szempontból. Tehát ez is azt mutatja, hogy most már a Veszprém megyei Csolnoki Ferenc kórház a megye határokon túl ellátásokat is magáénak tudhat. Örömmel tesszük ezt, hiszen nyilvánvaló dolog, hogy ez egy nagy vágyunk volt. A belépés az gyakorlatilag úgy történik meg, hogy 21-ére befejeződik a projektnek a műszaki átadása és a projektnek a zárása. Ezt követően történik meg az engedélyeztetési eljárás. Ugye itt nagyon speciális eszközökről van szó, amelynek sugár engedélyét, izotóp engedélyét meg kell szerezni, használatba vételi engedélyét, finanszírozását. Tehát ez gyakorlatilag úgy fog bekövetkezni, hogy 21-ével a projekt lezáródik, ezután következhet a műszaki átadásnak az a része, amely használatba vételi engedélyhez
ügyhez kötődik, ezt követően megkapjuk az ANTS részéről is országos tisztifőorvosi hivatalat kijelni jellegű papírt, hogy ezt már gyakorlatilag betegellátásra is használhatjuk, ezt követően az előzetes finanszírozási befogadásnak megfelelően a finanszírozásba való belépését is jelentheti, ez körülbelül a terveink szerint egy hónap alatt zajlik le, és hogyha minden igaz, akkor február 1-én már az első olyan betegeket is fogadhatjuk, aki egyébként az onkológiai ellátásnak nem már csak a korábban művelt gyógyszeres és sebészeti részét tudja, hanem a sugárterápiás részét is. Ez nyilvánvalóan egy folyamatosan felfutó program lesz, amiben a Fejér megyei kórházzal is, a Szent György kórházzal is együttműködünk. Éppen a napokban írtuk alá azt az együttműködési megállapodást, amelynek a keretében fölvállaltuk az ő betegeiknek az ellátását is a sugárterápia területén, és hát természetesen örömmel működünk együtt, hiszen korábban is jó szakmai együttműködés volt, tehát most már akkor dokumentumban is megnyilvánul. Korábban hol tudták ellátni az ilyen betegeket? Ezeket a betegeket a Fejér megyei betegek vonatkozásában elsősorban a fővárosban az Országos Onkológiai Intézetben, a mi betegeinknak a nagy része az pedig Szombathelyen, illetve kisebb mértékben Győrbe történhetett meg. Nyilvánvaló dolog, hogy ezeknek a betegeknek az ide koncentrálása egyrészt azt jelenti, hogy nem kell nekik annyit utazni. Most ha belegondolunk például abba, hogy a Fejér megyei betegeknek is, akinek az Országos Onkológiai Intézetbe kellett utazni, nem az volt a kérdés, hogy jó szakemberek vagy kiváló eszközökkel látták el őket, hanem hát aki közlekedett a fővárosba, az pontosan tudja, hogy a betegszállítónak is mondjuk Fehérvártól Budapestig elmenni az lehet, hogy egy fél óra, de Budapest határáról beírni az Országos Onkológiai Intézetbe, az bizony lehet, hogy egy és másfél órával megnyújtotta ezt az időszakot, és egy sugárterápiás betegnek, akinek adott esetben még aznap haza is kell utazni, nyilvánvaló dolog, hogy minden egyes perc, minden egyes negyed óra nagyon komolyan esik alatba. Az ő esetükben ez most egy biztosan, főleg a felújított 8-as úton, ez egy biztosan megtervezhető és egy jobban megközelíthető lehetőséget ad. A másik, amit szintén figyelembe kell vennünk, hogy nyilvánvaló dolog, hogy egy ekkora populációnak az átrendezése egy új sugárterápiás központba azt is jelenti, hogy hamarabb történhet meg ezeknek a betegeknek a sugárkezelése. Bizony a sajnálatosan nagy számú sugárkezelésre váró betegek esetében előfordult, hogy akár egy hónapot is kellett várni ezeknek a betegeknek ahhoz, hogy elinduljon a sugárkezelése, minden egyéb jó szándéktól függetlenül, és az, akinek adott esetben tudja azt, hogy az élete függ attól, hogy mikor kezdik meg ezeket a kezeléseket, minden egyes nap számít. Itt a együttműködési megállapodásunk pontosan azt tartalmazza, hogy a közös szakembergárd, amikor megtervezi az ő kezelésüket, akkor legalább felére lecsökken az a bizonyos várakozási idő. Tehát mi azt mondtuk, hogy 2 héten belül a hozzánk már átirányított betegek szempontjából 2 héten belül meg tudjuk kezdeni a sugárkezelését, ami mondom, szakmailag is nagyon fontos, de a beteg pszichéje szempontjából szinte felfoghatatlan. Van statisztikájuk azzal kapcsolatosan, főigazgató úr, hogy Veszprém megyében emelkedett az elmúlt években a rákos megbetegedések száma? Azt mondhatjuk, hogy nem csökkent olyan szinten, amit egyébként szerettünk volna. Sajnálatos módon szinte az összes daganatos betegségek vonatkozásában azt mondhatjuk, hogy Magyarországon a fejlett európai országokhoz képest sokkal rosszabbak a statisztikáink, és nem csak a megbetegedési statisztikáink rosszak, hanem sajnos a túlélés és a gyógyulási statisztikáink is. Miközben azt látjuk, hogy az orvostudomány mai állása szerint már nagyon sok daganatos beteg, az időben felismert daganatos beteg gyógyítható vagy hosszú időn keresztül tüdetmentessé tehető, ugyanakkor viszont Magyarországban éppen ez a TIOP 225-ös program célozza meg azt, hogy a technikai háttérre teremtődjön meg az ország egészében, így a mi régiónkban is, hogy lépéseket tegyünk ebbe az irányba. Természetesen tudomásul kell venni, hogy a daganatos betegek egy részénél, főleg a későn felismert esetében nem tudjuk a maradéktalan gyógyulást biztosítani, de ugyanakkor látni kell azt, hogy vannak olyan betegségek, például ahol szűrővizsgálatok is történnek a méhnyakrák esetében, vagy adott esetben az emlőkrák esetében, hogyha megfelelő időben megtörténik a szűrés, megfelelő időben megtörténik a szükséges kezelés, akkor bizony hál' Isten ezeket a betegeket gyógyítani is tudjuk. Ezért nagyon fontos ennek a rendszernek a komplex működtetése, hogy igenis mindenki vegye tudomásul, hogy próbáljon egészségesen élni. Abban az esetben, hogyha még nem mutatkoznak a tünetek, menjenek el a szűrővizsgálatokra, hogy időben felismerhessük ezeket, és ha időben felismerjük, akkor pedig legyen meg az a szakmai háttér, amivel egyébként meg is tudjuk őket gyógyítani. Az egészséges életmódra való nevelésben, vagy az egészségtudatos életben nagy segítséget jelentettek az elmúlt időszakban az egészségfejlesztési irodák, a további működésük is biztosított.
Fenntartási kötelezettségünk van ezzel kapcsolatban. Éppen az idei év volt az első, amikor a fenntartási kötelezettségünknek az első évét leteljesítettük, és örömmel mondhatjuk el, hogy azokat a kitűzött indikátorokat, amiket egyébként a támogatás időszakában mi fölvállaltunk, azokat nem hogy teljesítettük, hanem túl teljesítettük. Ennek egyik örvendetes példája volt például egy 10 nappal ezelőtti szűrőprogram, amit a rendelőintézetünk, illetve a rendelőintézetünk előtt kihelyezett kamionban végeztük, ott csak nem 300 ember vett részt a szűrésen, ahol szintén egyébként biztosítottunk neki CT szűrési lehetőséget, ultrahang szűrési lehetőséget, vagy ott esetben az általános szűrés lehetőséget EKG-val, ultrahanggal. Tehát ebből is látszik az, hogy a betegek most már megszokták, és most már igénylik is, sőt, nagyon sikeres munkahelyi programokat is tudtunk indítani. Vannak olyan cégek itt az ellátási területünkön, akik kifejezetten igényelték, hogy az egészségfejlesztési irodán kitelepüljön hozzájuk, és azon a napon mentesítették a dolgozókat a munkavégzés alól a szűrés idejére, mert úgy érzik, hogy nekik is fontos volt a prevenció a dolgozóknak a szűrése, és ezt úgy érzem, hogy a munkavállalók is, a munkáltatók is, meg hát nyilván mi az egészségügyi intézmény részéről is örömmel vettük, és olyan jellegű kezdeményezés, amit a továbbiakban szeretnénk folytatni. Utolsó kérdés, főigazgató úr, hogy telik a karácsony a kórházban? Hát a kórház az olyan szempontból folyamatos üzem, hogy nyilvánvaló dolog, hogy nem lehet a betegeknek megtiltani, hogy karácsonykor vagy ünnepnapokon ne legyenek betegek. Nyilvánvaló dolog, hogy a tervezett beavatkozásokat ilyenkor félretesszük, senki nem szeret szívesen bejönni a kórházba, de hogyha be kell jönni neki sürgőségi ellátásra, vagy adott esetben a kórház bár egyéb területére, akkor természetesen a folyamatos ellátást biztosítjuk a számukra. Próbálunk neki karácsonyi hangulatot teremteni, de mindenkinek igazából az a karácsony, amikor hazamehet a kórház. Mi ezt igyekszünk számunkra biztosítani. Köszönöm a beszélgetést, további jó munkát kívánunk. És köszönjük a lehetőséget. Ezeket a témákat kínáltuk önöknek ma. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!